Sok szeretettel köszöntöm Spányi Antal megyés püspök atyát itt a Bodajki kegyhelyen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen. Köszönöm szépen a meghívást. Püspök atya, mi is nagyon örülünk, hogy itt lehetünk Bodajkon. Ez a felvétel pénteken fogadásba kerülni, amikor ön a püspöki konferenciával ülésezik, ezért köszönjük, hogy most így elfogadta a meghívásunkat, és ellátogatott ide Székesfehérvárról. Bár ennek több oka is van, tudom, hiszen önt családi szálak is kötik a településhez. Bodajkra jönni mindig nagyon jó dolog. Mindig szívesen jövünk Bodajkra. Megvallom, időnként úgy is eljövünk Bodajkra, hogy nincs itt semmi dolgunk. Imádkozni a szűzanya előtt, egy kicsit megállni, megpihenni, erőt gyűjteni, és aztán menni tovább, intézni a dolgokat, ilyen is előfordul. Most azért is jöttünk, mert Bodajknak valóban van egy családi vonatkozása. A családba egy felmenünk, nagyapánk unokatestvére egész pontosan, Spányi Béla festőművész volt, aki elsősorban tájképeket festett, és itt szeretett Bodajkon festeni. Vett is itt magának házat, és hosszú időn keresztül itt lakott egy festő barátjával, Peske festőművész úrral, és ebben a házban, ahol ő lakott, alkotta általa meghívott művészek, ez egy alkotótábor, féle valami ilyesmi is lehetett ez a ház, az a Bodajki Madonna, amely itt van kint a víz fölött, a csobogó fölött, itt az a Madonna, annak a makettje, annak a első terve, annak a mintája, az itt a Spányi Béla festőművész műtermében született meg. Így aztán mindig, amikor idejövünk, akkor egy kicsit a család is itt van velünk együtt, a múltunk mindaz, ami nekünk fontos, és ami a szívünkhöz közel van. És hát megyéspüspökként is különösen közel áll a szívéhez ez a kegyhely, de nem csak ez, hanem az egyházmegyében számtalan tematikus módon felépített kegyhely emlékét gondozzák, ha mondhatom így. Kerestük azokat a utakat, amelyekben reméltük, hogy ezeket a kegyhelyeket valahogyan föl lehet támasztani. Mert igaz, hogy van egy reneszánsza a zarándoklatoknak, a zarándok utaknak, de egy egyházmegyében egy ilyen egyházmegyei kegyhelynek kell valami különös megszólító erejének legyen. Kell, hogy egy csoport különösen sajátjának érezze, a hívek közül egy közösség, és ezt próbáltuk megtalálni. Sok kegyhely volt az egyházmegyébe, Takács Nándor püspök úr ezeket szorgalmasan látogatta, de a hívek nem igen tartottak vele együtt. Mi azt gondoltuk, hogy talán 5 kegyhelyet tudunk úgy fölépíteni az egyházmegyében, ahová majd a hívek szívesen jönnek, és nagyobb számmal is jönnek. Az első nyilvánvaló Bodajk volt, a második Alsó Szent Iván, ami azért érdekes, mert ez a hely volt az első Magyarországon, ahová Fatimai Szűzanya szobrát elhozták. Svoly püspök úrnak sikerült szinte becsempészni ezt a szobrot, és Alsó Szent Ivánba dugta el, remélve, hogy majd egyszer lesz ott templom. Nem volt templom se. Egy udvarházban van kialakítva 2-3 szobát, egybenyitva egy templom rész, és hát ott van ez a szobor. Azóta annyit tudtunk elérni, hogy egy viszonylag szép szabadtéri liturgikus helyet tudtunk kialakítani, és hála Istennek legalább ezeken a fatimai 13-ákon a hívek szép számmal jönnek oda és imádkoznak. Különösen is úgy gondoltuk, hogy ez a fatimai kegyhely, ez legyen az engesztelésnek a helye, és legyen a nagyszülőknek a helye, akik talán kicsit többet tudnak imádkozni a családért, azokért, akiket a Jóisten rájuk bízott. Egy nagyon fontos kegyhelyünk az Vértes Somló, ahol a Sarlós Boldogasszonyt tiszteljük és ünnepeljük. Amikor ezt a kegyhelyet elindítottuk, és ennek a megújítását kezdtük, az volt bennünk a gondolat, hogy ma nagyon sok család szeretne gyermeket, és nem születik nekik gyerek.
ez egy komoly nagy probléma a család életében, meg talán az egész társadalom számára is. És azt gondoltuk, hogy sok minden áldozatot hoznak a családok a gyermekért. Az asszonyok sokat szenvednek azért, hogy legyen nekik, szülessen nekik gyerekük, de talán kevesebbet imádkoznak. Legyen egy imádságos hely, ahol azért jönnek el, hogy a sarlós boldog asszony és a keresztelő Szent Jánost váró asszony együtt imádkozzanak érte, és könyörögjék Istentől az életet, a gyermekáldást. És egy nagyon kedves kis fogadalmi ajándékot találtunk ki, ami régen nagyon szokás volt. Egy hálaszívet csináltattunk, amelyet minden gyereknek megcsináltatunk, az egyház megyek kész ezt megcsinálni, akiket a szüleik úgy éreznek, hogy itt imádkoztak ki, vértes somlón. Csak a gyerek keresztnevét írjuk rá, és a születési dátumát, ebből ő önmagát majd később is be tudja azonosítani, és tudhatja mindig azt, hogy az ő szülei itt imádkoztak érte. Ez talán egy fontos dolog. És gyűlnek a szívek ott? Gyűlnek, sőt, nagyon is gyűlnek, úgyhogy csináltunk egy viszonylag szép nagy tárlót, az már megtelt, és most már második tárlót kellett csinálni, és kell gondolkoznunk, hogy hogyan is tovább, mert ha ez így megy, akkor a templom előbb-utóbb valószínű, hogy kicsi lesz, megtelik ezekkel a szívekkel. De hát még azért adáig sok idő van. Egy érdekes kegyhely Ercsi, ahol a dunamenti hajósok kegyhelye volt ez, ott mi azt gondoltuk, hogy jegyeseknek a kegyhelyét tudjuk megcsinálni, és hívjuk a családokat, ahol a fiataljaik azt mondjuk, hogy együtt járnak. Nem is jegyesek talán még, de már együtt járnak. Aztán akik jegyesek, hogy itt imádkozzanak a családjaikkal együtt, hogy sikerüljön szépen megélni a jegyességet, és ebből a jegyességből fakadjon egy nagyon szép házasság. Hát megvallom, hogy ezt sikerül legnehezebben beindítani. Néhányan már jönnek, de még az a létszám, amit szeretnénk, az még messze nincsen. És persze nagyon fontos nekünk Mária Remete, ami az esztergomi egyházmegyéhez került, tehát az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez, de mivel székesfehérváriak régi idők óta mindig odajártak Szent Háromság vasárnapra, Zarándokútra, ezért, amikor az egyházmegyé határokat megváltoztatták, ezt bevették a jegyzőkönyvbe, hogy a székesfehérvári egyházmegyének ott jár a nagymise Szent Háromság vasárnapján, az az övék. Úgyhogy ide mindig megyünk szívesen és örömmel. És persze Makkos Mária fogoly kiváltó boldogasszonynak a kegyhelye, ahol nem is csak a foglyokért, hanem a mindenféle rabságban lévőkért imádkozunk, a szenvedélyek rabságáért. Sokféle rabság van ma, alkohol, kábítószer rabsága, nagyon sok rabság van, hogy a szűzanya segítse megszabadulni ezeket. Mi ezeket a kegyhelyeket szeretjük, legkiváltképpen persze Bodajkot, amely Magyarország legősibb kegyhelye. Szent István király ide járt az ő családjával imádkozni, sokszor egyedül. Ez egy szilárd és biztos hagyomány. Sokszor csónakkal jöttek Fehérvárról. Itt egy zsámbékos, mocsaras vidék volt, ezért volt Fehérvár biztonságos hely. És volt, aki tudta az utat, hogy ide el tudtak jönni, és itt imádkoztak. Úgy gondolom, hogy az, hogy a magyarság él, hogy a magyar kereszténység él, az azokból a Szent Istváni imádságokból fakad, amelyeket itt Gizellával végeztek a szűzanya előtt, amelyekre a szűzanyától kértek erőt és segítséget, hogy meg tudják tenni azt, amit nekik tenniük kell, és talán innen fakadt az a gesztus is, amelyet majd halála előtt tesz Szent István, hogy az országot és a nemzetét, a koronáját a szűzanyának ajánlja. Mindig így aztán az ember kicsit talán meghatottan is jön Bodajkra, mert ez egy egészen különleges hely. Bodajk egy szent hely, ahonnan a kegyelem ma is kisugárzik az egész országra, az egész magyarságra. És hát így van ez Szent István városában is igaz, ahol a püspök atya a székes feladatait látja el. Nemrégiben újult meg a székes egyház is ott, és hát
szoros összeköttetés van Székesfehérvár és Bodaj között, a Szent Család útvonalon keresztül. Püspök atya miért tartotta fontosnak, hogy ne csak Szent Istvánra irányuljon a figyelem, hanem az egész családjára? Nagyon érdekes volt, hogy amikor Fehérvárra kerültem, láttam, hogy a püspöki kápolnában ott van egy Szent Imre erekje. Honnan is van ez? Szent Imrének nem nagyon maradt fönt erekjéje. Szent István erekjét láttuk, a Koponya erekjét, hogy az ott van a Székesegyházban, de nem volt Gizella erekje. És egyszer a passzói püspök úrral, Sramli püspökkel kerültem kapcsolatba, megismerkedtünk, és ebből egy nagyon mély barátság született, egy nagyon mély főpapi barátság született, nagyon könnyen egyetértettünk, megértettük egymást, és lelkileg is közel kerültünk egymáshoz, és én gondoltam egyet, hogy ha már itt van Szent István és Szent Imre, miért nincs itt Gizella? Lehetne Veszprémből is kérni, közel van, de Gizella Passauból jött, és ha ismerem a passzói püspököt, akkor őtől lekérek. És ő nagyon készséggel, szívesen adott, de azt mondta, hogy de akkor ő is szeretne valamit kérni, hogy Szent István erekjét adjunk neki. Hogy akkor Passauba is ott legyen Gizella és Szent István egymás mellett. És hát ez így is történt. Úgyhogy együtt lett az első magyar szent család erekjeiben itt Székesfehérváron, és ez nagyon fontos nekünk, akkor, amikor a családokért annyit kell imádkozni, a családokat annyit kell segíteni és támogatni hitükben, szeretetükben, reményükben, kitartásukban, újrakezdésükben, akkor ez nagyon fontos dolog. Én úgy gondolom, hogy ez az első magyar szent család, ez sokat tud adni a mai családoknak is. Mi bevezettük, hogy a magyar szentek ünnepe november 13-án van, hogy az ahhoz legközelebb eső szombaton tartjuk a magyar szent család ünnepét, amire külön hívjuk a híveinket, az egyházmegyét. Persze megemlékezünk akkor az összes magyar szentről is, de emlékezünk különösen is ezekről az első magyar szent család tagjairól, Istvánról, Gizelláról, Imréről, és kérjük az ő imáikat, kérjük az ő segítségüket, és ajánljuk magunkat az ő oltalmukba. És püspök atya, egész héten azért is vagyunk Bodajkon, hiszen készülünk a bodajki kegyhely legnagyobb ünnepére, a Mária nevenapi búcsúra. Mit jelent ez püspök atya számára? Miért tartja fontosnak, hogy minden évben eljöjjön ide? Hát nagyon fontosnak érzem, és ha Jóisten segít, akkor amíg én itt vagyok hivatalban, és Székesfehérvár püspöke vagyok, addig mindig el fogok jönni ezekre a búcsukra. Érzem ezen a helyen az évszázadok, vagy talán egy évezrednek az imádságának a kegyelmi erejét. Ha az ember bemegy a templomba, megáll a kegykép előtt, vagy a templom végébe, és csak a tekintetét emeli a kegykép felé, akkor megtapasztalja ezt az erőt és ezt a kegyelmet. Itt Máriának, a segítőanyának, a mindenkor segítő szűzanyának a tisztelete erős, de nem csak azt kérjük a szűzanyától, hogy segítsen, kérjük, van miért segítsen, bőven van miért segítsen bennünket, de azért is jövünk el, hogy ennek a mindenkor segítő szűzanyának hálát is tudjunk adni. Mint ahogy az embernek kötelessége, hogy édesanyjától kérhet is, de köszönetet is kell mondani. Hogy itt tanuljuk meg azt, hogy hálát adunk, hogy köszönetet mondunk, rádöbbenünk arra, hogy mi mindent kaptunk Márián keresztül a Jóistentől, amiért bizony nekünk fejet kell hajtani, aminek örülnünk kell, amit az életünkbe be kell építeni. Én azt látom, hogy hála Istennek egyre többen jönnek erre a kegyhelyre, megismerték, sikerült fölújítani, szépé tenni, megnagyobbítani. Mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy méltó kegyhely, zarándokhely lett ez a templom, nem csak a kegyelmi valóságában, hanem a külső megjelenésében is. És azok, akik ide jönnek, azok mindezt meg is tapasztalják, és mindezt úgy élik meg, hogy máskor is visszajönnek.
Püspök atya, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, hogy eljött ide a rögtönző stúdiókba, és hát hétvégén még találkozunk majd az ünnepi szentmise közvetítésekor. Köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Amen.